Sziasztok, én Szeni vagyok, üdv újra itt a csatornámon. Ebben a videóban már megint egy koreai beauty termékeket tartalmazó adventi kalendáriumot fogunk kibontani. Ez a Min Cosmeticsnek az adventi naptára, ami 120 euróba került idén. A Zalando oldalán volt kapható, azt hiszem tegnap este óta már nem rendelhető. A saját oldalukon sem, nem tudom, hogy újra felrakják-e majd. A linket be fogom rakni az infoboxba, ha gondoljátok, néha nézzetek rá, hát ha megint kapható. A kinézeten nagyon-nagyon tetszik nekem ennek az adventi kalendáriumnak, egy ilyen szép pinkes kord bársony neszeszer. Nagyon jó illat árad belőle. Azt viszont meg kell említeni, hogy 120 euró relatíve sok pénz, viszont a koreai beauty naptárak nagyjából ilyen árban vannak, szóval azt tekintve viszont ez még egy relatíve olcsó verzió. Hogyha kinyitom ezt a kis neszeszert és felhajtom a tetejét, akkor ilyen nagyon-nagyon színes, csíkos, kockás dobozokat látunk, és már most fáj a fejem, hogy ezt hogy fogom szépen visszacsomagolni ebben a sorrendben, de hát igyekszem megjegyezni, hogy mi hogy volt, és amúgy tényleg nagyon-nagyon jó illat árad a naptárból. Első nap a Bar márkától van, egy centellás ázsiai keramidos szódium hialuronátos 50 plusz faktoros ápoló, 50 milliliteres. És mint általában a K-beauty naptárakban, valószínűleg itt is a legtöbb termék le lesz zárva, szóval nem tudom sajnos megmutatni, hogy pontosan hogy néz ki a termék. Másodikán egy fényes rúzs van a Laka & Co-tól. A 201-es Miro árnyalatban nagyon-nagyon szépnek tűnik a szín. Nagyon jól néz ki. Harmadikán egy aktív szenes fejbőr maszk van, legalábbis gondolom, hogy ez egy maszk. Azt írja, hogy a samponozás után kell használni, 50 milliliteres, a Cold Brew Rosemary-től. A negyedikén egy jópofa csomagolás van. Custard Pudding Toothpaste, oké. Ez egy 25 g-os fogkrém, vaníliás puding ízű. Érdekes, Tuszti márkától. Ötödikén ilyen kis plüss karkötők vannak, a Min saját márkás terméke, egy ilyen szép halvány barackos színben. Hatodikán a Meisani márkától van, Your Best Tea BHA Spot Patches. Szóval ez 45 darab ilyen kis matrica, úgymond. Ezek ilyen SOS pattanás elleni tapaszok. Hatodikára szerintem ez egy egész jó termék. Hetedikén egy 30 g-os fejbőr radír van az Aromatikától. Ez rozmaringos, és szerintem ezzel idén már találkoztunk valamelyik naptárban. Nyolcadikán a Benton márkától van egy 25 g-os Snail Bee High Content Essence. Szóval ez valamilyen csigás eszencia, egy arc eszencia, de egyéb infót sajnos nem tudok kiszűrni. Kilencedikén a Daily Mild-tól van egy 50 faktoros napvédő. Nagyon jól néz ki a doboz, a szép a színe, és ez 50 milliliteres. Tizedikén egy fehér rizses lemosandó maszk van, 100 milliliteres. Talán a House of Dova a márka név, és ez egy arc maszk. 11-én megint egy 50 plusz faktoros valamilyen napvédő tej van, ez 12 milliliteres a Santiktól. Eléggé kicsi, de sajnos egyéb infót nem tudok
róla mondani. Néz ki. Hát gondolom, hogy arcra van. 12-én a Miguhara-tól van egy 3 lépéses ránctalanító maszk szett. Úgymond egy ilyen pak van, az 1, 2 és a 3-as lépés. Ez nagyon-nagyon érdekesen néz ki, tök jó a termék dizájn. Szuper. 13-án az Ondo márkától van egy tisztító arc szappan, és nagyon-nagyon jó illata van, szóval tényleg az egész naptár illatozik emiatt. 14-én egy 20 ml-es termék van a Sky Bottle-től. Fehér eső, ez egy parfümizált kézkrém, bergamottal, tubarózsával, cédrusfával és honeysuckle, az nem tudom mi, de majd ideírom. 15-én megint egy ilyen 3 lépéses szett van. Ez mit eszerek ellen van. Van benne egy ilyen fekete maszk, aztán van hozzá valamilyen ilyen kis stick, egy ilyen spatula, gondolom, azzal ki lehet még őket nyomkodni. És 3. lépésként pedig egy szérum, ami megint összezárja a pórusokat, és a márka neve a Wish Formula. 16-án a COSRX-től van egy mindenféle savat, pantenolt és B12 vitamint tartalmazó 30 ml-es hámlasztó. 17-én a Juice to Cleanse-től van egy vízes mosakodó balzsam, és a képen van egy papaja, szóval talán papajás, 9 g-os kiszerelés. 18-án, hát nem tudom, hogy itt most mi a márka neve, nem derül ki. Ez egy 7 g-os teljes csillámos szemfesték, a 3-as Coral Crush Jewelry árnyalatban, szóval ez egy van egy ilyen korall szín. Megpróbálom meggooglizni, sajnos mind a két oldala le van ragasztva. 19-én egy Claire's termék van, és nekem nagyon tetszik maga a doboz. Ez egy 30 ml-es szérum, és szerencsére rajta van magyarul is. Egész pontosan azt írja, hogy ez a szérum hidratáltabbá és egyenletesebbé teszi a bőr felületét a tiszta és sima arc bőrért. A tonik felvitelét követően vigyen fel megfelelő mennyiséget a bőrre. Oké. 20-án a G9 Skin márkától van Self Aesthetic, ez egy puhító kézmaszk. 10 g-os. 21-én megint egy Benton termék van, ez most eléggé kicsi, 12 g-os, egy keramidos krém. 22-én egy C-vitaminos arcmaszk van a Baru Lab-től. Utolsó előtti nap, 23-án a Steam Base-től van egy szemmaszk. Ez is tök jól néz ki. És végül 24-e. Ebben az All Natural-től van Blooming Lifting Eye Cream. Ez egy 30 g-os feltöltő szemkrém. És ennyi volt a Mean Cosmetics K-Beauty adventi kalendárium 120 euróért, amit szerintem abszolút megér, legalábbis szerintem az összértéke a termékeknek egyértelműen több. Tök jól néznek ki, jónak tűnik a minősége, ennek a kordbársony, neszeszernek a minősége is szuper, tök jó illat árad belőle, tetszik a választék, szóval nem az van, hogy csak krém, vagy csak smink termékek, hanem tényleg mindenféle volt szemre, arcra, hajra, szóval tényleg, szerintem ez egy szuper naptár, 120 eurót szerintem tényleg abszolút megér. És azt mondom úgy, hogy mint ahogy azt itt tudjátok, én nem igazán ismerem ki magam a K-beauty termékek világában, de még így is az az érzésem, hogy ezek tök jó minőségű termékek.
nem volt benne olyan brutálisan sok kisméretű, szóval szerintem itt inkább full size termékek voltak. Nekem ez tényleg tetszett. Mint mindig, most is nyugodtan írjátok le a véleményeteket kommentbe, ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornámra, és legközelebb újra találkozunk. Sziasztok!